Képzeljétek azt, hogy egy sötét szobában vagytok. A szoba falai közelítenek felétek, és szűkül a tér körülöttetek. A gyomrotok görcsben van, a mellkasotok szorít, a szívetek pedig egyre hevesebben ver. Hát valahogy így érezzük magunkat, amikor pánikolunk. És a pánik az az érzés, amiről a legtöbb fiatal, akivel a munkám vagy a magánéletem során találkozom, és a jövőjükről beszélünk, beszámol. De mégis miért pánikolunk? Pánik egy. Továbbtanulás. 17 évesen kell meghoznunk életünk egyik legfontosabb döntését, mégpedig, hogy melyik hivatást válasszuk. Ez sosem volt könnyű feladat, de manapság, amikor több mint 400 felsőoktatási képzés, rengeteg nemzetközi lehetőség és folyamatosan eltűnő és megjelenő szakmák között választhatunk, még nehezebb a dolgunk. Emlékszem, már 9-ben sokszor megkaptam a kérdést. Hol fogsz tovább tanulni? Úgy válasz fakultációt, mint hogyha az életem múlt volna rajta. De éppen ezért én már 10-be kézbe vettem azt a nagy, vaskos, sárga továbbtanulási könyvet, ami az összes szakot összegyűjtötte. Mivel a nyelvek, a töri és az irodalom voltak a kedvenc tantárgyaim, ezért nagyon hamar rám került a humán beállítottságú gyerek bélyeg, úgyhogy nyilván olyan szakokat kerestem, ami ehhez passzolt. Lapozgattam, és egyszer csak szembe jött velem a nemzetközi tanulmányok szak. Annyira boldog voltam, mert minden, de minden benne volt, ami érdekelt. Azt viszont, hogy pontosan mire lesz jó, nem tudtam. De ezt jelöltem meg legelső helyen, meg még 10 másik szakot, hogy azért tuti fölvegyenek valahova. És mikor egy meleg júliusi délután érkezett az SMS a telefonomra, hogy fölvettek, én voltam a legboldogabb ember a világon. Azt tanulhatok, amit igazán szeretnék. Aztán megérkeztek a kommentek. Büfészakra fogsz járni, felesleges dolgokat tanulsz, és haszontalan lesz a diplomád. Pánik 2. Pályaválasztás. Elmúlt az az idő, amikor beleszülettünk, vagy kitanultunk egy szakmát, és életünk végéig a pályán maradunk. Néhány év szakmai tapasztalat után a legtöbben feltesszük a kérdést. Akkor most merre tovább? Szeretem a munkámat? A szívügyemért dolgozzak, vagy sok pénzért? A saját startupomat építsem, vagy a karrieremet? Vagy hagyjam az egészet, és work and holiday vízummal utazzak el jó messzire? Az én életemben ezek a kérdések egy 4-5 évvel ezelőtt jelentek meg. Addigra a Corvinusos tanulmányai mellé begyűjtöttem egy brit diplomát, rengeteg szakmai gyakorlatot, ösztöndíjakat. Voltam például New Yorkban, az ENSZ-nél, és főállásban külpolitikai konferenciákat szerveztem Budapesten és Brüsszelben. Kívülről úgy tűnt, hogy nagyon tudatosan, előrelátva építem a karrieremet. Közben valójában pedig csak sodródtam a diplomácia irányába. Aminek a családom egyébként nagyon örült, engem viszont egészen más érdekelt. Mégpedig az, hogy hogyan lehet fiatalok gyakorlati készségeit cégekkel közösen fejleszteni. És egy idő után a munkaidőmben és a munkaidőmön kívül is minél többet foglalkoztam ezzel. Aztán eljött egy pont, amikor döntöttem. Felmondtam a munkahelyemen, közel 5 év munkai tapasztalattal, remek karrier lehetőségekkel, kapcsolatokkal, nagyon jó fizetéssel lettem munkanélküli, hogy elkezdjek azzal foglalkozni, ami igazán érdekel. A környezetem nem értette, hogy mi történik. Nekem pedig fogalmam sem volt, hogy mikor vagy hol fogom megtalálni azt, amivel igazán foglalkozni szeretnék. Éppen ezért mindenféle HR-es és kommunikációs munkákra jelentkeztem, de a legtöbb cég válaszra sem méltatott. Fájdalmas és kiszolgáltatott érzés volt újrakezdeni, és percenként frissíteni az e-mailjeimet, hát ha valamelyik cég válaszra méltat. Pánik 3. Önmegvalósítás és üvegplafonok. A tanulmányaink és a pályaválasztásunk után elkezdünk dolgozni valahol. Lelkesen belevetjük magunkat a munkába. De sajnos sokszor falakba ütközünk.
Én tanácsadóként és munkavállalóként is tapasztaltam, hogy bizonyos cégekben és iparágakban szokáselvek uralkodnak. Például túlzott fiatalság vagy szenioritás kultusz, hímsovinizmus vagy elitizmus, ami kirekesztő lehet másokkal szemben, és nehezíti az önmegvalósítást. Például, amikor azt mondják egy ambiciózus fiatalra, hogy törtető, akinek majd úgy is letörnek a szárnyai, csak azért, mert nem kihalásos alapon szeretne egyről a kettőre jutni a cégen belül. Én többségében nagyon befogadó közösségekben dolgoztam, mégis volt olyan, amikor nem kaptam bizalmat egy feladathoz. Azért, mert túl fiatal voltam, vagy azért, mert nő voltam. Vagy azért, mert túl fiatal nő voltam. És olyan is volt, amikor ez volt minden, de minden erény, amit el tudtak rólam mondani. Például egy nemzetközi startup verseny döntője után, amit megnyertem a férfiakból álló mezőnyben. Egy boxringhez hasonlító hatalmas színpadon kellett helytállnom, és miután rám került a bajnoki öv, lehullott a konfettizápor, egy férfi odalépett hozzám, és azt mondta. Én pontosan tudom, hogy miért te nyertél. Azért, mert te voltál a legfiatalabb és a legcsinosabb a résztvevők között. Nyilván. Hát az első döbbenet után megpróbáltam egy poénnal elütni a helyzetet, de ez egyáltalán nem volt vicces. A gondolat, hogy azért értékelik az ember munkáját, mert javít egy demográfiai statisztikát, ugyanolyan rossz, mint mikor egy előítélet miatt nem kapod meg a kiérdemelt előléptetést vagy elismerést. Az eredmény igazából ugyanaz. Kétségbe vanod a saját munkád értékét, és úgy érzed, hogy nem vagy elég jó. Nem vagy elég jó egy pozícióra, egy feladatra. Pánik 4. Párválasztás. Napjainkban okos eszközök és algoritmusok ezrei állnak a rendelkezésünkre, hogy megtaláljuk a tökéletes párt. De okos eszközök ide vagy oda, a mai 20-as, 30-as fiatalok rengeteg dologtól terheltek. Például a ránk szakadt szexuális szabadságtól, az elvált szüleink mintájától, vagy a közösségi média hamis valóságától. Félünk túl korán elköteleződni, de ha túl sokáig egyedül vagyunk, azért pánikolunk. Ha valami túl lassan, körülményesen alakul, az a baj. Ha pedig valami túl gyorsan, akkor pedig az. A legtöbben nem az első, de nem is a második szerelmünk mellett állapodunk meg. Amivel egyrészt válásokat spórolhatunk, másrészt viszont sérülünk, bizalmatlanná válunk, és nőnek az elvárásaink. Pánik 5. Családalapítás. A fiatal felnőttek átlagosan 8 évvel később alapítanak családot, mint a szüleik tették. 8 év. Mennyi élmény és tapasztalat fér bele 8 évbe? Mennyi minden, amit szeretnénk, mielőtt gyermeket vállalunk? Utazni, karriert, egzisztenciát építeni, hobbiainknak, szórakozásunknak élni. És mennyire eltávolodtunk a szüleink, nagyszüleink mintájától. A felnőtté válás során aztán eljön egy pont, amikor úgy érezzük. Itt az idő. Szeretnék saját családot, saját gyermeket. És néha elkezdünk pánikolni, hogy túl késő. Vagy felismerjük, hogy egyáltalán nem akarunk gyermeket, és akkor azért pánikolunk, hogy a társadalom mit fog ehhez szólni. Rólam az ilyen jellegű elvárások mindig leperegtek. A belső ösztöneim viszont hirtelen, váratlanul érkeztek meg, engem is meglepve. A barátommal a kapcsolatunk legelején, egy hosszú, dolgozós nap után elmentünk vacsorázni. Beültünk egy belvárosi kis étterembe, és egy üvegbor fölött átbeszéltük a napunkat, dilemmáinkat. Én akkoriban párhuzamosan dolgoztam két cégben, és rengeteg volt a munka. Ő egyszer csak megkérdezte tőlem. Mirtil, 10 év múlva te melyik cég vezetőségében leszel szerinted? Én becsuktam a szememet, mert nagyon szerettem volna látni a választ, aztán egyszer csak belém hasított. Mielőtt kimondtam, vártam egy kicsit, mert igazából számoltam az opcióval, hogy egyedül fejezem be a vacsorát. Úgyhogy vettem egy nagy levegőt, és azt mondtam. Hát figyelj, én leginkább
édesanyának látom magamat. Hasonló döbben csönd következett az asztalnál, de együtt fejeztük be a vacsorát. És bár a vízióm stabil, hogyha arra gondolok, hogy hogy fogom összeegyeztetni a munka, gyereknevelés, háztartás, önmegvalósítás kombinációját, akkor ezért még mindig stresszelek. Tehát mi stresszelünk? Mi pánikolunk? Visszatérve az eredeti kérdésemhez. Minden. A felnőtté válás pánikok sorozata, vagy egy nagy kapunyítási pánik. És az a rossz hírem, hogy nincs általános receptem, hogy mit csináljatok a pánik ellen, vagy hogy segítsetek a gyerekeiteknek, testvéreteknek. Azt viszont tudom, hogy nekem milyen gondolatok segítettek átlendülni ezeken az időszakokon. Először is felismertem, hogy transformációs időszakban felnőtté válni egészen más, mint a korábbi generációk idejében volt. Amíg a felmenőink számára az életük építése egy nagyjából lineáris folyamat volt véges számú döntési ponttal, addig mi a végtelen lehetőség, az átalakuló nemi szerepek, a változó szakmák és technológiai innovációk korában válunk felnőtté. Nehéz találni működő, jó példákat, úgyhogy nyilván bizonytalanok vagyunk. Az lenne furcsa, ha nem így lenne. Éppen ezért félrevezető lehet, hogyha korábbi mintákat próbálunk magunkra erőltetni, vagy görcsösen viszonyítunk hozzájuk, hogy feloldjuk ezt a bizonytalanságot. Semmi baj, ha nem tudod 17 évesen, vagy 30 évesen, hogy mit fogsz dolgozni életed végéig. Ki tudja, vagy ki tudja megmondani. És azzal sincs gond, hogyha generalista szakot választasz. Nekem a nemzetközi tanulmányok egy konkrét szakma helyett adott időt, változatos tudást, ismereteket, hogy el tudjam később dönteni, mi az, amit szeretnék csinálni, és mi az, amit nem. A pályaválasztásom pedig nem egy határozott pont volt 17 évesen, hanem egy folyamat, ami még most is tart. És nagyon sokáig úgy éreztem, hogy egyetlen dobozba, hagyományos munkakörbe sem illek bele. Aztán megtaláltam a saját dobozaimat, és rájöttem. Egyiket sem tanítják az egyetemen, mégis motiválnak, értéket teremtenek, és megélhetést is adnak. Ez pedig egy startup építése, és munkáltatói márkaépítés. És bár a mai napig kihívást jelent elmondani a nagymamámnak, hogy pontosan mivel foglalkozom a munkám során, ő kitartóan próbálja megérteni a hátrahagyott diplomáciai karrierem ellenére is. És végül, legyünk nyitottak észrevenni az új épülő mintákat, hagyjuk, hogy inspiráljanak minket, és mi is építsük ezeket. Én már elengedtem, hogy a legtöbb embernek a tanácsadókról középkorú öltönyös férfiak, a startup alapítókról pedig egy tornacipős Steve Jobs jut az eszébe. Mert fiatal nők és lányok is ott vannak kiérdemelten ezekben a szerepekben, akik nem kivételek. A magánéletemben pedig napról napra inspirál, hogy látok új születő mintákat, amelyekben egyenrangú partnerek közösen, egy csapatként oldják meg a gyermeknevelés, a háztartás, a karrier, az önmegvalósítás kombinációját. Még hogyha később, vagy más módon is találtak egymásra, mint a szüleik tették. Úgyhogy azt gondolom, itt az ideje, hogy a ránk szakadt szabadság és lehetőségek ne egy sötét pici szobába szorítsanak minket, hanem teret adjanak a saját jövőnk, a saját mintáink felé.